Üdvözlöm Önöket, ez itt a Képtár. Notórius képzegőnek nevezte tanára, gyerekként reggelei a tanyasi állatok ellátásával kezdődtek, majd 2 kilométert gyalogolt az iskolába. Könnyű neked Szarvas Józsi címmel, Bérces Lászlóval írt életregénye nyomán elkészített színházi előadást mutatták be a Kult kikötőben. Kérdezte valamit? Nagy leszel. Házzal énekes. Ó! Micsoda! Kérdezted, hogy te... Hogy négy művel? Hát akkor ma mindenki nevet nem tisztelni. Erre bejött a néni. Notórius képzelgőnek nevezte tanára, még egy pofon is járta a nem eléggé polgári hivatást választó terveiért a kis Szarvas Józsinak. Tavaly elkészült életregényéből idézett fel történéseket a Nemzeti Színház művésze. Érdekes történet, hogy hogyan jutottunk el abba a helyzetbe, hogy nekem van egy Pajda Színházam, és részt veszek egy olyan mozgalomban, amely ma már Kárpát-medence szerte több mint 200 kertet számlál, hogy szerintem ezt meg kéne írni. De annyira rámégtek az események, hogy nem írtam meg, de viszont belekezdtem, és egy alkalommal Laci szólt nekem, hogy mi lenne, hogyha folytatnád ezt a munkát, de akkor már nem az ünnepélyes részével kellene foglalkozni, hanem legyen ez egy önéletrajzi történet. A könyv megszületett. És tavaly a Pajta Színházban ebből felolvastam néhány részletet fiatal fiúknak, lányoknak, és azt érzékeltem, hogy megfogta őket, megrázta őket az a történeti rész, amely elsősorban a gyerekkorom felül közelítette meg a dolgaimat. A gyerekkori emlékek mellett felnőttkori színházi élmények is helyet kaptak a darabban, a 4 éven át tartó csikis korszakkal együtt. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy Kaposvárra elszerződtem, 4 esztendőre szolgáltam azt a közösséget, azt a szakmai közösséget, és 4 esztendő keresztül szívtam magam azt önző módon, amit onnan el lehet lesni, vagy ki lehet onnan élményből bányászni. Szóval nagyon, nagyon nagy élményem volt nekem, az a szakmai élményem az a 4 esztendő. Idén 14. évadát kezdte meg a Kult kikötő. Balatonföldvár mellett Köröshegyen, Badacsony-Tomajban, Balatonbogláron és Balatonfenyvesen várják a közönséget. Tulajdonképpen az előadásaink gerincét, ami közel 200 produkció, a gerincét a családosok, nagycsaládosoknak, a szóló előadások alkotják, emellett jönnek be koncertek, képzőművészeti kiállítások, vagy éppen egy-egy olyan előadás, ami nagyon-nagyon ritkán látható. Augusztus végéig a közönség találkozhat Kis Tibivel, Dombóvár Istvánnal, de akár az Európa Kiadó koncertjén is tombolhat. Mit rejt a Zsolnai Kulturális Negyed? Milyen funkciói voltak korábban a most kiállításoknak otthont adó épületeknek? Mi a kertben felállított szobrok, díszek története? Ezekre a kérdésekre ad választ a hűsítő séta, amely a területen viszi végig a látogatókat. A történetek és információk után pedig egy jeges limonádéval zárul a bemutató. Turistákra várunk az idegenvezetővel a Zsolnai Kulturális Negyedben. Hétköznap délelőttönként innen indul az a séta, amelyik mint egy bevezetésként elmondja az épületek történetét, valamint azt, milyen kiállítások, érdekességek láthatók a falak mögött. Nagyon sok látogató érkezik úgy ide hozzánk, hogy nem tudják pontosan, mit is lehet itt a Zsolnai Negyedben megtekinteni, és a séta nagyon jó arra, hogy egy kis ízelítőt adjunk nekik minden kiállításunkról, ugyanis ilyenkor teszünk a negyed területén egy nagy sétát, ami körülbelül egy órát vesz igénybe, és ez idő alatt minden kiállításról egy kis alap összefoglaló információt át tudunk adni a látogatóknak, és így később sokkal könnyebben tudják kiválasztani azt, hogy mit is szeretnének megnézni itt nálunk a területen. Elsősorban a Zsolnai családnak és a gyárnak a történetét, ezt egy az egybe el szoktuk mesélni. Ugye több olyan helyszínt is érintünk, aminek nagy jelentősége van a Zsolnai család és a gyár szempontjából. Például itt, ahonnan indulunk, ez volt az a terület, ahonnan maga a Zsolnai gyár is elindult, és itt volt az első épületük, és akkor így szépen időrendbe körbe tudjuk haladni a területet, és a végére eljutunk ugye az államosításhoz, ugye a gyárnak. Ahhoz az időszakához, amit utolsóként szoktunk kiemelni általában.
Zsolnai negyed területe nagyjából úgy néz ki, mint ahogy a Zsolnai család idejében is nézhetett, mondjuk az 1900-as évek elején. Erre föl is szoktuk hívni a látogatók figyelmét, ugyanis rengeteg épületkerámiát láthatunk, amit már a Zsolnai család idejében helyeztek fel az épületekre. Ezeknek a nagy része valamilyen kerámiának a másodpéldány, ami mondjuk külföldre vagy Magyarország híresebb épületeihez készülhet, és ezeket is külön ki szoktuk emelni. Egy-két példa Magyarországról az ELTE múzeum körúti épületének szinte minden egyes díszítőeleme megtalálható itt nálunk, illetve van egy szobrunk, ami a hágai békepalotának az épületéhez készült, illetve a parlament díszítőelemei közül is rengeteg szobor megtalálható itt nálunk. Nem maradhatnak ki a bemutatásból az Európa Kulturális Fővárosa program keretében megújult épületek sem. Természetesen ezek is bele vannak építve a sétánkba. Most ugye az M21-es galériában egy munkácsi kiállításunk van, ezt is ki szoktuk külön emelni a látogatóknak, hiszen ez most egy különleges attrakciója a Zsolnai negyednek, illetve a planetáriumot se hagyhatjuk ki, hiszen a gyerekekkel érkező látogatóinknak az egy kiemelt helyszíne a negyednek. Nagyon sokan szeretik ezt a sétát, tavaly évben több mint 1000-en jelentkeztek erre a kis túrára. Nagyon sokan, akik tényleg nem tudják, hogy mit szeretnének mondjuk egy-egy órába belesűríteni, amennyi időt mondjuk eltöltenek itt nálunk, azoknak nagy segítség, hogyha tudunk ebben egy kis bevezetőt mondani. A kesztyűkészítőkhöz néznek csak be a séta során, itt megmutatják azt a hamerli hagyományt, amit ma is keresnek a világon sok helyen. A séta a Bóbita báb színház büféjében ér véget, egy hűsítő limonádé kíséretében, ahol értékelésre kértük a turistákat. Rutko Zoltán vagyok, Tolna megyéből érkeztem, és már többször jártam Pesten, de Zsolnai negyedhez még nem volt szerencsém, Nyáron minden héten 2-től vasárnapig várják a látogatókat a hűsítő sétára. Ezután pedig kellő kíváncsiságtól hajtva a turisták megnézhetik a kiállító tereket, ahol már az idegenvezetőtől hallott információk alapján kereshetik azokat az érdekességeket, amik felkeltették az érdeklődésüket. Kaszával, sarlóval takarították be a búzát Somodorban. Immár 6. alkalommal elevenítették fel a régmúlt hagyományait. A megmérettetésre 12 csapat nevezett, sokuk még élénken emlékszik a kézi aratásra, de fiatalok is csatlakoztak a programhoz. Énekelve érkeztek a földekre az aratók Somodorban. Az utolsó élezés a kaszán, és már kezdődhetett is a munka. Ha gabona dőlt, akkor oda kell figyelni, hogy hol állunk bele. Már nem mindegy, ugye a kaszára dől rá, ugye a marokszedőnek nehéz feladata van, meg hát a kaszásnak is már ugye rá dől. Ez aránylag elég jó egyenes. Az aratás nagy ünnep volt régen. Ilyenkor az egész család reggeltől estig dolgozott a búza betakarításán. Ugye a vízhordás, meg hogy ne essen ázi rá gyereknek, továbbá legyen kedve is, mert hát nyilván a nyári szünetekben nekünk ez kötelező volt, hogy úgymond, ugye maszek gazdaságok voltak otthon, faluhelyen, és hát hogy ne szegjék kedvünket, ezzel kezdtük, utána aztán a kötélcsinálás, majd aztán mikor agyan az ember cseperedett, mindig ugye kicsit nehezebb fázisba. Nem csak idősek, hanem a fiatalok is részt vettek a kézi aratáson. A legfiatalabb segítő mindössze 8 éves volt. Apa ráteszi a madzagra búzát, és anya meg utána összeköti. A szakmai zsűri több szempont alapján értékelte az aratókat. Amikor meghagyja, hogy akkor a lehetőleg ne cakkos legyen, hanem egy egyenes vonal, ami maradjon utána, ez vagy sikerül, vagy sem. Továbbá nézték a felszerelést és a ruházatot is, hogy mennyire idézi a régmúltat. A Somodori Arató Fesztivált 6. alkalommal rendezték meg. És az aratás az annak idején is arról szólt, hogy akkor összefogott a falu apraja nagyja, aki gyerek volt, az kötelet tereket tett,
az idősebb az mást segített, az otthon az állatokkal foglalkozott, fiatalok meg az asszonyok markot szedtek, a férfiak kaszáltak, tehát volt egy közös munka. Nem csak arató, hanem szántóversenyt is hirdettek. A 10 fiatal versenyzőnek a földeken modern traktorjaikkal kellett bizonyítaniuk. Akik pedig a kanállal bántak jól, főzőversenyen mutathatták be tudásukat. Lemezbemutató koncertet tartott a Nagy János Trió Pécset. A jazz zenészek fergeteges produkciót adtak a közönségnek. Az új lemez az alapító Erkel-díjas zeneszerző, jazzzongorista, sokrétű zeneszerzői és zenekari tevékenységének az eszenciáját is magában foglalja. A koncertnek a Zsolnai negyed adott otthont. Sokféle zenét játszott, írt az elmúlt években, kortárs báboperát, filmzenét, protestáns énekek feldolgozását, jazzrockot. Ez a mostani zenei anyag, mely a Janca című albumon jelenik meg, tükrözi leginkább, vajon melyik is ő valójában. Nagy János édesapja bászongorista volt, ezért a szórakoztató zene volt az első, amit tanult. Majd következett a klasszikus zene, a kántorképző, és itt természetes volt számára orgonán megtanulni. Azonban műfajilag a jazz fogta meg leginkább, ezzel tudja elmondani saját gondolatait. Pályája életszerűen ebbe az irányba haladt. Ez egy érdekes lemezre mutató, mert a lemez még mindig készül, tehát hogy itt a kiadónk egy kicsit elcsúszott ezzel, miután a keverés az Chicagóban történik. Úgy gondolta a producerünk, hogy miután a lemezen két nagyon kiváló vendégművész is van, Dominic Di Piazza basszusgitáron és Mike Stern gitáron, és ugye Mike Stern is kint Amerikában vette fel a saját dalait, illetve a saját trackjeit, amin játszott ezen a lemezen, és aztán úgy gondolta a lemeznek a producere, hogy akkor a teljes anyagot keverjük meg ott Amerikában. A repertoár az vegyes, tehát hogy úgy értem azt, hogy vegyes a repertoár, hogy elsősorban saját szerzemények vannak ezen a lemezen, viszont vannak régi dalok is, van olyan dal is, amit még 17 évesen írtam, és vannak egészen friss szerzemények is, amik kifejezetten a vendégekre, tehát Mike Stone-re és Dominic Di Piazzára íródtak. Alapvetően ez egy picit egyfajta ilyen zenei összefoglalásnak is mondhatnám azt, amit én gondolok a jazzről, az életről. Manapság már nagyon sok olyan trió létezik, ahol nincsen basszus hangszer, vagy a zongorista játsza basszust, vagy éppen valaki gitáros, tehát hogyha úgy adódik, nem nagyon sokszor én játszom a basszust értelemszerűen, vagy pedig egyáltalán nem, tehát hogy egyáltalán nincs az a funkció, vagy tehát így abban az értelemben, ahogy azt megszoktuk, de mostanában nagyon sok ilyen együttes van már, tehát hogy különlegesnek számít a jazzben, de így 2019-ben azért rengeteg ilyen együttes lehet találni. 16 évesen egy magántanárnál kezdett dobolni tanulni Zsóbert Flóra, majd 3 év múlva a Kőbányai Zenei Stúdió következett, ahol elsősorban Németh Gábortól tanult, de sok hasznos instrukciót kapott Solti Jánostól és Ramko Jánostól is. A 4 éves iskola elvégzése után a Kodolányi János Főiskola művészeti tanszékének hallgatója lett, majd a Seri Bomb rockzenekar dobosa 2013 tavaszától Nagy Jánossal, Látó Ferenccel, Húsnolina Reginával, Nagy Ábellel és Kéri Samuval játszik a New Brand zenekar tagjaként. Alkalmanként színházi műzikelekben is részt vesz. A zenei irányzatok közül a fúziós jazz áll a legközelebb hozzá, azonban minden más stílusra is nyitott. Kevés nő dobol a világban, vajon Flóra esetében hogyan történt a hangszerválasztás? A zongora az nekem akkor, amikor elkezdtem keresgélni hangszerek közt, akkor olyan snasznak tűnt, mert zongorázni mindenki zongorázik. De akkor még nagyon fiatal voltam, általános iskola alsó tagozat.
és gitáron meg nem volt hely, ezért tangó harmonikára vettek fel, amit nagyon nem szerettem. és aztán ez így kicsit lerombolt a falakat, a gitározás, meg a zongora, meg, és valami olyan hangszert szerettem volna, ami kihívás, meg ami nem mintha többi nem lenne az, de ami igazán olyan, hogy mivel karatéztam, meg mindenféle olyan dolgot csináltam, ami nem annyira nőies, ezért a dob volt az, ami úgy nagyon megfogott, meg inspiráló volt. Ez az egy a fő, és néha vannak meghívások, és akkor azokban nagyon szeretek újdonságokban részt venni, meg új stílusokban, meg nem annyira sűrűn játszott stílusokban részt venni, de ez a fő. Ami megfogott Flórában még nagyon, nem tudom hány évvel ezelőtt, tehát 6-7 évvel ezelőtt, mikor először hallottam őt, akkor még egy rockzenekarban dobolt, de az a tempó, az az energia, az a figyelem, az már ott is feltűnt, hogy milyen érdekes, hogy egy ilyen rockzenekarban is lehet ezt így is csinálni. És aztán később, mikor én tanítok a Kodolány János Egyetemen, akkor ő oda fölvételizett, és aztán ott is hallottam őt dobolni, és aztán itt szép lassan egyszerre hívtam egy együttesbe, és aztán onnantól ez lassan kialakult, hogy akkor ez így legyen itt trióban. Ugye Frenki Látóval pedig már több mint 20 éve játszunk együtt, tehát ez egy ilyen nagyon szoros, nagyon régi barátság. Molnár Ferenc Riviera című művét vitték színpadra a Pécsi Nyári Színházban. A vígjátékban olyan ismert színészek is szerepeltek, mint Schruff Milán, Szabó Kimmel Tamás és Kovács Patrícia. Én ismerem az embereket. Tudja, mi van nekem? Nekem blikkem van. Tudja, mi a blikk? Hát szem! Gyors szem! Egy pillanat alatt átlátok mindent. Maga megszépül. Ugyan már, elpiruló! Meghalványod, a tűés már! Ugyan már! Ez csak egy kis flört! Értelmetlenül néz rám. Nem tudja, mi az, hogy flört? Hogy ne tudnám. 4 gyerekem van. Molnár Ferenc vígjátékát, a Rivierát láthatta a közönség a Pécsi Nyári Színház színpadán. A történet az 1920-as években játszódik. A szereplők egyszerű pesti áruházi alkalmazottak, akik közé megérkezik a gazdag úr Casella, aki Amerikából látogatott haza. A tehetős férfi betoppanása után kezdődnek a bonyodalmak, ő ugyanis Luizát szeretné elvinni magával a Rivierára, ám az eladónő már foglalt. Luizát Kovács Patrícia alakítja a darabban. A színésznővel a bemutató előtt beszélgettünk karakteréről, szerepéről. Luiza egy nagyon karakán és egy őszinte lény, aki azt hiszem mindent mindig úgy elmond, ahogy gondolja, és nem is máshol, és ilyen értelemben egy példakép nekem, vagy én nagyon szeretem ezt benne, hogy nagyon őszinte, de van egy jelenet, amikor megkérdezi az ő szerelmi, hogy szereti-e őt, és mondja, hogy szeretlek. És megkérdezi, de mennyire, és azt mondja, úgy, mint a mamámat. Szóval, hogy nagyon sokszor az van szerintem, hogy az életben túl diplomatikusak vagyunk, és nem igazán úgy mondjuk el. Tehát igazából a gyerekek ilyenek, akik mindig elmondanak mindent, amit úgy tényleg gondolnak. Úgyhogy ez szerintem ez a legfontosabb benne, meg az, hogy a jobb sortra érdemes, a Molnár azt írja róla, hogy egy ilyen kerületi primadonna, tehát sajnos rossz helyre született a 8. kerületbe. És kicsit többre érdemes, és ezt tudja is magáról, és vágyik egy csillogó Rivierára, hogy ott éljen és gazdag legyen. De hát ehhez képest a kesztyű osztályon eladó, és ebből vannak a konfliktusok. Pont attól, hogy amit mond, az úgy van, ahogy gondolja is, attól arról gondolhatjuk, hogy hát milyen buta, hogy ezt így kimondja, miközben én egyáltalán butának látom, hanem önazonosnak egyébként. Gondolja, hogy megharagudott rám? Lehet. Fula fiú, olyan van, olyan érzékeny, mint egy gyerek. Nem. Maga elmondta neki, hogy én magát elhívtam a csarázni? Ja, nem kellett volna. Ja, én. De remélem azt is megmondta neki, hogy amit kiderült, hogy maga az övé. Persze, most már sok mindent értek, de azért csodálom, hogy azt feltételezi rólam, hogy én egy rabló vagyok. Hol? Mit mosolyog? Ő engem rablónak tart? Azt hiszem, hogy igen.
Talán maga is? Én csak egy kicsit. Nem édes sem, nem. Én embert nem rabolok. Tőzsdén pénzt, azt is kesztyűbe, de embert azt nem. Se férfit, sem őt. Most mit csináljak? Maga nagyon megtetszett nekem délután. Nagyon. Fél pillanat alatt meg is volt a terve, mert kisül, hogy a másé, ráadásul pont az övé. Jó, hogy nem voltam svungba, nem? Így azért könnyebb volt fékezni és megállni. Azért boldog lehet minden férfi, akinek egy ilyen csinos kis nyugod. Hagyja abba! Jó, ez az ostoba hízeg, és ennek semmi hatása. Tudom, azért nem mondtam, hogy szép, csak hogy csinos. A személyiségre az történik, ami történik, amikor az ember elkezd alkoholizálni, hogy van egy este, egy vacsora, akkor egy kicsit több pálinkát isznak, mint kellene, és amikor az ember elkezd az alkohol hatására még inkább beszélni a vágyairól, és ott a szerelmével együtt mindannyian elmondják, hogy igazából mire vágynak, és akkor utána nagyon nehéz együtt maradni, amikor az ember elmondja, hogy igazából nem elég az az élet, amit tudnak egymásnak biztosítani. Igazából ez egészen egyszerűen arról szól, hogy ez a két ember abszolút egymásnak való, és szerintem nagyon szeretik egymást. De vajon lehet-e úgy szerelmesnek lenni éveken keresztül, hogy csak Párizs és Zsömle van esténként? És egyszerűen ez erről szól, hogy hova vágyunk, és hogy lehet, hogy nem mindig elég a szerelem. Nagyon sokszor gondolom azt, hogy igazából neki van igaza, hogy mindent elmond, amit gondol. Tehát én nekem abszolút, sokszor, én nagyon sokszor próbálok nagyon diplomatikus lenni, jófej lenni, kedves lenni, senkit nem megbántani, a Lúzia ének nem foglalkozik. Én ezt bírom benne. A két órás előadásban 7 színész szerepelt. Kovács Patrícia mellett olyan ismert művészeket láthatott a közönség, mint Szabó Kimmel Tamás, Sruf Milán és Ulma Mónika. Molnár Ferenc vígjátékát Benedek Miklós rendezte. Ebben a szereposztásban idén áprilisban láthatta először a darabot a nagy közönség. A Pécsi Nyári Színházban ez volt a 6. előadás a sorban. Gazella dolog! Akkor most hirdetem mindenki előtt! Gazella úr, még nem kérte meg Lújza kisasszony kezét tőle. És még nem ő Gazella úr sógora. Sőt, ellenkezőleg, haragban vagyok vele. Bár én olyan intim volnék, hogy haragban volnék. Mis úr, el árulta magát. Szóljanak néhány jó szót az érdeket. Valahú, maga igazán olyan, mint a légy, aki rászáll a cukorra. Tudomásul veszem a sértés, hogy légy vagy. De bátor vagyok megjegyezni, hogy a légy nem mindig a cukorra száll. Egy frak költő Gazella úr képmására. 126. 126. 126! Remekül áll rajta frak. Tudomásul veszük és alkalmatán közölni fogjuk ezt vele. Ennyi volt már a képtár. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!